Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, és ugye Cod ghostos videó, amit akartok, és írtatok. Köszönöm nektek, tényleg jó dolog. Sokan kértetek MV2-t, és volt valaki, aki kért Cod 4 free for all tippeket. Ugye kértek Cod 4-et, de igazából kicsit lejárt, és nehéz róla már úgy beszélni. És valaki írt, hogy free for all tippek. Na, egybe vonom a kettőt, és hogyha úgy jövök ki az idővel, még nem vagyok biztos bennem, tehát ha úgy jön ki a videó, az idő, hogy nem mondtam el, amit szeretnék, akkor láthatok Cod 4-et is MV2 videó után, ami nagyon jóra sikeredett. Első játék, régóta nem játszottam MV2-vel, és most ugye a ti kedvetekért visszamentem MV2-zni, nincs olyan, hogy többet játszottam most, és a legjobbat raktam fel, ahogy esett úgy puffant, ez a legelső játék, tehát nem a legjobb játék, vagy de számomra nagyon jó játék, remélem számotokra is. És akkor beszélgessünk egy kicsit a free for all-ról, mint olyanról, hogy milyen technikák, taktikák javasoltak. Első lépésnek, amit láttátok, hogyha figyeltétek az elején, a fegyverválasztás fontossága. Fegyverválasztás a free for all-ban mindig egy Sleight of Hand nálam, egy gyorsabb, tüzelő és erejű fegyver. Azért választottam MV2 esetében a Tar 21-et, erős fegyver, gyorsan tüzel, precíz fegyver. És Sleight of Hand bekapcsol. Miért kell a Sleight of Hand? Tehát is szépen sorba megyünk. Első technika, a Sleight of Hand fontossága. Free for all-ban nagyon fontos a gyors reflex, mert kerülsz bele olyan szituációkba, ami megkíván a gyors reakcióidőt. A Sleight of Hand az egy agystimuláló, pörget. Ezáltal eleve már feltupírozott agyadat, mert mindenre figyelsz, mindenre odafigyelsz, minden kis repülő valamit megfigyelsz. Ezáltal az agyad már ott van a topon, ez Sleight of Hand erre csak rásegít, és a lényeg az, mivel váratlan szituációkba is belekerülhetsz, gyorsan kell reagálnod. Tehát a fegyvert én úgy választom, hogy egy aféle stimuláló legyen arra, hogy gyorsabb reakcióidőt tudjak elérni. És ezáltal egyrészt magamnak is megnyugvás, hogy egy olyan fegyver van, amit jól tudok kezelni free for all esetében. Nos, jöjjenek akkor pályatechnikák free for all-ra, és most nem csak MV2 esetében beszélek. Free for all-ban annál jobb játékos leszel, minél jobban ismered a pályát részleteiben. Ez sajnos így van. Manapság, hogy úgy mondjam, hogy évente neki a Call of Duty kevés ember szánja rá magát, arra, hogy kiismeri a pályákat. Ezért létezik ugye a másik technika a free for all-val, hogy úgy veszem észre, hogy a kevésbé hatékony, én keverve szoktam alkalmazni, ez pedig a rásolunk körbe-körbe, mászkálunk körbe-körbe. Nagyon figyeljétek ezt a játékmenetet, ha jól megnézitek, szinte végig a Google-va vagyok. Nos, miért? Ugye egyrészt hangokat nem. Szóval az első technika az lenne, kiválasztod magadnak egy pályaszegmenst. Azt a pályaszegmenst, ami a te mértékeid szerint forgalmas egy free for all free for all játékban. Szóval kiválasztod azt a részt a pályának, ahol te úgy gondolod, hogy egy olyan forgalom van, amit te tudsz kezelni. És elkezded, látjátok, hirtelen jelenet, reagálni kellett, és sikerült. Nos, kiválasztasz egy olyan pályát, ahol, hát ezt is értem, de lag volt később a szerveren. Most tényleg ráterek a lényegre. Kiválasztasz egy olyan bocsánat, csak így látom a gameplayt is, jutnak eszembe a dolgok. Kiválasztasz egy olyan pályaszegmenst, amit ugye jól ismersz, vagy általad úgy gondolod, hogy olyan forgalommal bír egy free for all-ban, amivel te el tudsz bánni. Ehhez persze megismered a pályát, ez már a pályaismeretes taktika. És azt a területet véded. Vannak kevésbé forgalmasak, és vannak forgalmasabbak. A kevésbé forgalmasak mindig a pálya szélére helyezkednek, egy ilyen komfortzónából ölsz, és a keresztbe átfutó embereket, vagy keresztben csatázó embereket próbálsz, és igyekszel kiszedni. Tehát területvédés. Kis területvédés. Észre fogjátok venni én is, hogy váltok a kettő között, mert én nem nagyon tudok, nem tudok koncentrálni, ha sokáig vagyok egy helyben, ezért nem tudok kempelni sem. És ezáltal én szoktam keverni ezt a két stílust, akkor váltok már kemperebb stílusba, területvédő stílusra, amikor magasabb készülék közelbe vagyok, és akkor ugye megfontoltabb lépéseket kell tenni. Szóval ez a javaslat. A készülékek szempontjából alacsony készülékeket javaslok, addig, ameddig meg nem tanulsz igazán profinak lenni, szóval UAV, Predator, MV2 esetében, és mondjuk egy Harrier. Ennyi. Nálam rosszul van beállítva, mi volt? Predator, Harrier és Chopper, és ha egy kicsit tovább tart a játék, még akár a Chopper is meg lehetett volna. Nos, szóval még egyszer mondom, lényeges szempont, ismerd a pályát. 2. Válaszd ki egy olyan területet, ami általad úgy gondolod, olyan forgalommal bír egy free-for-all meccsben, mindig vannak ilyen területszegmensek, amivel te el tudsz bánni, és azon belül mozgolódj, és hopp, a hirtelen jelenet, azon belül mozgolódj, és próbáld meg megvédeni azt a területet. Előbb-utóbb leölöd a játékosokat, és előbb-utóbb maguktól elkezdenek rád menni. Szóval ezáltal forgalmat generálsz a területedben, mert mindenki bosszút akar állni című történet. Ezáltal forgalmat generálsz a területednek. Amikor már elérsz ehhez a ponthoz, hogy már kezd sűrű lenni, úgy érzed, hogy kezd sűrű lenni, akkor tovább kell mozogni a következő terület szegmense. És mivel akkor az a terület válik forgalmassá, ahol te voltál eddig, kényelmesen kiszedheted az új területről az embereket a következőben. Nos, ez lett volna az első fél, gondold végig, ehhez kell egy pályaismeret ész, ami még kell hozzá. Szóval a free-for-all-t lehet játszani abból szempontból, hogy gondolkodsz, az emberek buták, bocsánat, hogy ezt mondom, de nem... Legtöbb játékos casual gamer, tehát feljön, lövöldözik, egy kicsit lelép, hazamegy, kész. De aztán van a másik kategória, aki szeret játszani, aki ki szereti taktikázni, és a pálya, a területvédős rész, az a taktikáról szól, az a pályaismeretről szól. Van a másik rész, ami tulajdonképpen ugye nem a pályaismeretről szól, van a másik rész a rásolós, és amint látjátok, itt én is keverem a kettőt, majd a vége felé egy kicsit beállok, egy kicsit kemperebb részre. De amikor úgy mondjam, mozgolódok a pályán, akkor viszont legtöbbször az esetek többségében googolva töltöm, Call of Duty esetében, googolva töltöm, mert nem hallják a lépteket, és ez nagyon fontos. A fegyverem viszont eközben, a fegyveremet igyekszem olyan szögben tartani, a látószögemet igyekszem olyan szögben tartani, amivel átlátom az egész, mármint átlátom a pályának a nagy részét, tehát mindig hirtelen jelenet, mindig egy olyan szögben tartom a fegyvert, hogy egy nagy látószöget kapjak. Értelemszerűen miért? Ha besétel egy ellenfél, gyorsabban tudjak reagálni. Itt jön ugye az észkérdés. Tessék, ugyanaz a tag megölhetett volna, tudhatta volna, ha ismerte volna, behadóban a pályán tudta volna, hogy ott vagyok. Nem kell nagy turranás, nem kell pró legyél ahhoz, hogy free-for-all-ban játszunk, csak elég egy kicsit gondolkodni. Itt is ugyanaz a helyzet, megint csak előállt, tehát kétszer semmi, háromszor semmi, ugyanaz a tag, szóval ha egy kicsit gondolkodhatott volna, már körbeért volna, és le is tudott volna lőni. Itt állok be egy kicsit a területvédésre, meggyőződjek, hogy nem jön már senki, nincs már golyom a tarba, spász, mindig jól jön, MV2 tökéletes fegyvere, 600 km-ről ki is használjuk azt a részt, és mire jó a Predator, tökéletes UAV-ként szolgál. Ha ezt a tagot nem is találtam volna el, már mentem volna is utána. Nos, ezek lettek volna röviden, mint mondtam, ja, és a következő. Ugye ritkásan futhatsz free-for-all-ban, mert meghallják a hangod. Mikor kell futni, mikor engedheted meg magadnak azt, hogy futsz? Azok pedig mindig azok a jelenetek, tehát csak akkor engedheted meg magadnak, hogy futsz, amikor egy lövést hallasz, amikor egy robbanást hallasz, amikor egy távoli hangot hallasz, akkor elkezdesz futni egy kicsit. Azért kell futni akkor, mert gyakorlatilag a többiek fülesében is, vagy a többiek hangszórójában egy hang van. Ha hangszóróból hallgatja az ellenfeled a játékot, akkor nem fogja hallani végképp a te lépteidet. Ha fülesen keresztül hallgatja, akkor előfordulhat, hogy meg tudja különböztetni a közelit a távoli zajtól, ezáltal észrevehet, de akkor is csak akkor használhatod ki a futás, mint olyat, amikor hangokat hallasz, zajt hallasz. A játék végén már tök mindegy, hogy futsz-e vagy sem, én itt már megnyertem a magam csatáját, hogy úgy mondjam. Szóval ezek lettek volna a free-for-all kőkemény tippek, hogy úgy mondjam. Remélem hasznos volt, remélem tanultatok valami, ami egyértelmű volt igazából, ti is tudtátok, csak ki kell, hogy mondjátok. És... ja. Mit akarok mondani? Ja, egy kicsit rátérhetünk Cod 4-re, és végig is benne hagyom, akkor nézzétek meg azt a Cod 4-es videó részt is. Megpróbálok még így összeszedni gondolataimat a Free for All-ról. Ja igen, a Free for All ugye egyik másik technikája, igyekez akkor lőni, amikor biztos, hogy a célban. MV2-n ott láttátok, hogy... Ja igen, itt 17.5-nél kapcsoltam be a rögzítést, mert elfelejtettem bekapcsolni, nem volt gáz. Az se szerver, mit nem mondjak, számomra Magyarország egyik legjobb szerverének számít. Mindig én szoktam fejlődni, az egyetlen szerver, kb. Nem üres, szóval nem találtam Cod 4-be Free for All szerver. Úgyhogy, ja, ezért járok föl mindig ide, de itt nagyjából azért mindig vannak játékosok. Szóval, ja, hol tartottam? Free for all-nál? Ja, igen, lövés nagyjából mindig akkor lő, amikor biztos vagy a célban. Amit láthatjátok azért MV2-nél ott azért lőttem fura lövéseket, amikre mondhatnám azt, hogy nem is lettem volna biztos benne, csak az igazság az, hogy annyira benne vagyok abban a játékban, hogy ismerem az egyes fegyvereknek szinte külön minden képességét, hogy mennyire tud átlőni falon, vagy mennyire biztosan lehet vele célozni, ezért kockáztattam meg sokszor, hogy mégis kiálltam egy bizonyos csatára, és a Tar ebből a szempontból ilyen lett volna. Nos, viszont rátérve egy kicsit a Cod 4-re, ez volt az a játék, ahol megtanultam free for all-ozni végül is, és itt tanultam meg ezt a területvédéses technikát igazából, és talán ez volt az első olyan dolog, amit én videón megnéztem YouTube-on, hogy hogyan free for all-ozzunk sikeresen, mert nem ment, és rátaláltam egy tagra, akit rakott fel akkoriban ilyen tippes videókat, és ott hangzott el ez a nagy trükk, ez a területvédés, hölgyeim és uraim, tehát ő arra éleszte ki az egészet, hogy területvédésre, és akkor elkezdtem alkalmazni a területvédést, és később MV2-ben teljesedett lesz ki nálam ez a területvédéses dolog. Ott tanultam meg igazán jól free for all-ozni, és akkor, mivel hogy én nem tudok sokat egy helyben maradni, akkor kezdtem el kombinálni a kettőt, és Cod 4 ugye nagyon hangosak tudnak lenni a léptek, ezért akkor tanultam meg, hogy bizony le kell googolni, és akkor mód van arra, hogy körbejárhassd a pályát, és megtanuld a pályát, és úgy rákeres az emberekre, és hogy ne várd meg azt, hogy ők jöjjenek rád. Szóval mit akartam még mondani, hogy az emberek ne jöjjenek rád. Igen, ahhoz ugye googolva megyünk, a fegyverválasztásról beszéltünk. Nagyjából azt hiszem ennyi lett volna. Várom a kommenteket, remélem, hogy tetszett ez a videó is, remélem érdekesnek találtátok a mondókámat. Hagyjátok ott, hogy mit szeretnétek látni, mit nem nagyon tudtok még, vagy fene se tudja. Amit Cod-dal kapcsolatban látni szeretnétek, akkor azt igyekszem most már megcsinálni, hogy már így nagyjából mindent kibeszéltem magamból. Ja igen, láttátok a... Nem láttátok, ja, ti ezt nem láttátok. Na majd még rakok fel Cod 4-et mindenképp. Majd, és ja, az majd egy kicsit furcsa és meglepetés lesz. Lehet kitör majd a botrány itt a magyar gamer világban miatta, de nem baj, nem érdekel. Na, köszönöm a figyelmet, nekrokrim voltam, sziasztok! UAV recon, standing by. Our UAV is online. Airstrike standing by. Friendly airstrike on the way. Helicopter support standing by. Our UAV is online. Friendly airstrike on the way! Our UAV is online.